A piros-fehérben játszó Bonyhád uralta a játékot az első félidőben, látszott összeszokott a rutinosabb csapat az övék. A jó erőkből álló hazai pályán focizó Fekete Mezes Gerjennek becsületére legyen mondva, hogy kontráik nem voltak veszélytelenek a bonyhádi kapura. A szélről belőtt labdák adtak bizony munkát a Szűcs Szlama bonyhádi belső védőkettősnek, és persze Szabó kapusnak is. Persze Bild Hébernek, a Tolnáról átigazolt gerjeni kapuvédőnek több dolga volt végig az első félidőben. A sokadik fontos bonyhádi támadások egyikénél már ő sem tudott segíteni. A Bonyhád igen aktív jobb hátvédje csatárokat megszégyenítő cselsorozat után egy elegáns mozdulattal megszerezte csapatának a vezető gólt. Gerjen Bonyhád 0-1. Az egyenlítés miatt a második félidő elején hátul jobban kinyílt a Dunaparti együttes, így mindjárt a második félidő elején góllal büntette ezt a Bonyhád. Újból az első gólt szerző jobbek, a kis Jerabek került a védővonal mögé, és remek érzékel most is a másik kapu másik sarkába emelt egy felettébb higgadt mozdulattal, Gerjen Bonyhád 0-2. Olybá tűnt, végleg eldőlt a meccs, a legoptimistább gerjeni szurkoló sem hitt már a fordításban, a pontszerzésben. Már pedig ez történt. Előbb Cseh Tibor talált be közelről a bonyhádi kapuba, néhány percre rá pedig jött az egyenlítés, amihez kellett megint a bonyhádi védelem szemmel láthatóan lassuló reakciója. A szemfüles Hanol három vagy több védőt is megelőzve kiegyenlített közelről, Gerjen Bonyhád 2-2. Megpróbálta összekapni magát a Bonyhád, de néhány percig újra dominált, ám a gerjeni villámkontrákban a bonyhádi védők 6-6-os közreműködésével persze jobban benne volt a gól, mint a vendégekében. Most ifjú Buzás Attila csapott le a 16-oson belül szabad labdára, és könyörtelenül belőtte a győztes gerjeni gólt. A megyei első osztályú bajnokság második fordulóján vaskos meglepetés született, Gerjen Bonyhád 3-2. 2-0-ra vezetünk, nem szabad kikapni, az biztos. Biztos mi is hibáztunk sokat, de volt már gyengébb is ma a pályán, az biztos, viszont az ellenfél csapatából. Külő Roland nem ragozta tovább ezt a kényes kérdést, de szerinte a Gerjen sokszor átesett a durvaság és a keménység határmezgyén, ami szankcionálás nélkül maradt a játékvezető részéről. Ez így alakult, most sajnálom, hogy kikaptunk. Nem tudom, a játékvezető ténykedés ugye nem szokja, nem illik foglalkozni, de azért itt pár játékosnak a testi épsége már veszélyben forgott a mérkőzésen. Én is kaptam egy piros lapot, sajnos sportszerűtlenül viselkedtem, de a játékvezető teljesítményének azért el kéne gondolkodjon rajta. A mérkőzés második félidejében szemmel láthatóan visszaesett a bonyhádi csapat játéka, kitűnő védőik olyan hibákat is elkövettek, amit csak nagyon ritkán, nyilván ez is közrejátszott a bajnoki címre esélyes Bonyhád gerjeni vereségében, és majd kielemzik ezt Köllő Rolandék.